Na, szervusztok, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, itt vagyunk a következő Wukong részben. Ugye most kaptatok hétfőn egyet, és most kedre is kaptok egy Wukongot. Mindezt azért, mert én ilyen jó fej vagyok, és azért, mert én ilyen cuki fiú vagyok. Ugyanis szerdára nem lesz most videó, úgyhogy ezzel így kell most számolnotok, sorry ezért. De most ezt kedden még megkapjátok, ezt a vidinyót, és utána szerdán most nem lesz videó, úgyhogy ott lesz egy kis kihagyás. Na, de folytassuk ott, ahol abban hagytuk ezt a játékot. Jó, és minden további nélkül vessük bele magunkat ebbe a csodálatosan nehéz és csodálatosan, hogy mondjam ezt, nyakatekert játéknak. Én már csak azért sem akarom minden nap ezt a játékot hozni, mert vannak más játékok is, amivel játszok. Plusz tényleg egy nehéz játék, és sok időm megy el azzal, hogy egy boss-t leverek, úgyhogy igen, nem egyszerű játék. Nem, mint hogyha az egyszerű játékokkal kéne játszani csak. Ugye most itt vagyunk, ugye? Igen, ide jöttünk, yes. Na és akkor nekünk, amit használni kéne, mert néztem egy-két videót azért a Wukongról, és amit ajánlanak, az az, hogy ezeket itten kicseréljük a picsába, erre, tehát ez itt marad így. Igen. Nézzük már egy Cultivate Spirited, mert azt mondják, hogy X-Spirit. Ez is elég jó. Nézzük meg, jó? Key Cost High. Enchanted the stuff when it is on its own. Jó, és akkor most ki is választjuk ezt a spiritet. Mielőtt bármit is csinálnánk, most ezt kiválasztjuk. Nem őt, hanem őt. Mert hogy ő is erősnek mondatik. Szuper. Na, ezt nem is látok annyira rosszul. Kapta halt. Jó, kezdünk. Nem köpsz le, bazd meg, jó? Köszönjük. Absorb. Yes. We got a wheel, man. Most amúgy nem tudom, hogy merre megyünk, csak azt tudom, hogy megyünk és felfedezünk. Uha. Nézd meg ezt, a mocskos mindenit. Ez sem mutatta a játék? Hogy ez itt van? Silk. Nézzük már meg, hogy itt mi van. Te mi vagy? Meg ki vagy? Kaptam. Kap.
Nagyon sebez. Igen, itt ezzel kell vigyázni. Yes. Falling. You will take damage if you fall from great height, dodge the landing, reduce the damage taken. Tehát ha dodge-olok, akkor nem kapok akkora ezért. Hát ez kurva jó volt. Akkor újra. Jó, itt nem basztam el annyi XP-t. Lerugdostuk őket. Amit itt felszedtünk, az mi? Focus, critical hit, shocked, burn resistance, damage reduction on hand. Ezt ígyjuk már meg. Igen, itt ez a baj, hogy itt le tudunk esni. Yes! Is my karma. És ez amúgy ki? Csak hogy tudjuk már. Oké, okay, itt semmi extra nem volt. Wow, amúgy, hogy el lehet kalandozni itt. Oh, fuck. Hogy csak ennyi volt? Itt nagy a valószínűsége, hogy ez csak ennyi volt. Én még nagyban rákészültem arra a zenemire. Glazed reliquary. Vagy reliquary. Reliquary. Lelibari. Kulibari. Hilletem volna, bazd meg! Anyádat! Amúgy nem tudom, merre megyünk. Csak úgy megyünk. Erre, arra.
Ez itt ennyi volt? Most azt hol vagyunk? Ez az. Az ott egy boss. Csak mana nélkül nem feltétlenül érné meg rámenni. Aha. Rock Clash Platform. Tudunk-e craftolni medicine-t, vagy kéne? Nem. Ebből tudnák. Ez a fókuszra. Nem, de gyakorlatilag csinálunk egy hármat. Semmi másból nem tudok. Jó, tudom, hogy hol vagyunk. Itt volt a meditációs pont. Aha. Na és akkor aki ott fekszik, az egy boss. Mini boss. Hát hogy fel tudom-e kelteni, mert ehhez kellenek azok a... Examen. Six Seals, Trinity Com... Aha, tehát ebből kell ez a... A szemgolyó genyó. Hát ezt meg kéne nézni, hogy... Ó, van egy új cuccom. Effect dodging recovers a small amount of stamina. Na hát ez nem olyan jó. Tehát ehhez a bosshoz az izék kellenek a... Azok a szemgolyóból kiszedős genyók. Nice one. Ugye ezekhez az izékkel... Valahogy itt át lehet menni, csak nem tudom, hogy hogy. Na de oda, hogy megyek be? Na, várjatok egy kicsit. Na, srácok, az van, hogy el kéne utaznom
Én nem. Úgyhogy... ha mindjárt megjártjátok, hogy miért, vissza kell jönnem egy ilyen gyors utazós pontra. Csak ma nem tudom, hogy hol volt. Mindjárt megtaláljuk. Jó, és akkor onnan folytatjuk ezt a vidit. Na, szóval srácok, eljöttünk ide, ahol kinyírtuk ezt a First Son of Genyót, és ezt itt... Hát... ez így jó. Így tudnám nyitni, ha lenne rá spellem. De nincsen, hogy rohadjon meg. Várjál. Mindjárt szerzünk, valahonnan. Nem tudom, hogy ez mennyi idő még feltölt. De mindjárt megpróbálom feltölteni ezt a spellt. Valahogy. Hát csak ide visszajövünk. Nem tudom, hogy még hogyan. Gyere, Getszó! Anyád! Anyád! Ne! Oké, megvannak. De amúgy mocskos módon nem jó fele jöttem ki. Most ezt tényleg nem akar így... Várjál. Azt nem értem, miért nem tölt föl. Föltöltetni igazán. És 20 percet játszottunk, hát ez nem sok. Most már majd kitöltjük ezt az egy órát valahogy. És azt mondom, hogy ha resztelek, akkor visszajön. Szuper. Na, akkor most még egyszer bemegyünk. Na, és akkor így, hogy így visszatöltődött a cuccó, ide leugrálunk. És az a lényeg, hogy ugye ott volt az előbb egy ilyen sand cucc. Na most ezt itt ezzel kifejeljük. Yes, látjátok? És ez kinyílt ez a fal. Most hogy nem tudok oda menni, de majd mindjárt. Na, most mi van? Te kajak bejöttél? Hogy rohadjál már meg, hallod? Na hát nem hiszem el. Na, szóval ide bejöttök. You see, ez egy ilyen titkos chamber. Ó, micsoda, még töltőképernyő is van, bolond. Ezt YouTube-ról néztem, igen. Rengeteg olyan van, amit a játék konkrétan nem mutat. Meg nem mond, hogy mit kéne csináljál egy adott dologgal. Egy adott tárgyal, amit megszerzel. De ezt a chambert, hogyha ide jöttök, és ezt a ládát kiveszitek, akkor kaptok egy key itemet, ami majd ahhoz a sand cucchoz lesz jó. Your minds yearn to ascend, yet fame still holds sway. Their glory fades through time. In tombs of somber gray. Igen, az ott bukong amúgy a képem. Sun Wukong, na mindegy, nem tudjuk meg. Az a lényeg, hogy most vissza kell mennem oda, hol volt az a fal, az a sand wall, és oda visszatérünk pillanat. Jó, és akkor most elmegyünk oda, ahol van ez a
szend vízesés genyó, vagy biza gecó. Várjatok. Ide. És ezzel az itemmel amúgy az első chapter pályáján is be tudtok menni egy sárkányhoz, meg itt ehhez is be tudunk menni, ez is egy sárkány lesz, egy boss lesz amúgy, aki ad egy jobb staff cuccot. Most hát egy konkrétan staffet ad, egy új staffet. Egy új botot. Csak ez is le kell győzni, elvileg nem olyan nehéz az a... Most ki beszél? Na és akkor látjátok, ezzel egy ki tudjuk ezt nyitni. Látjátok, és akkor ide be tudunk így jönni, ez a lényeg ennek az egésznek. És amit most csináltunk az előbbiekben, és akkor így lesz egy ilyen boss fightunk. Ami egy ilyen rejtett miniboss, de kapunk egy olyan upgrade-et tőle, amitől erősebbek leszünk, mert az a baj, ez a chapter 2-es boss, ez már kurva nehéz, srácok, és ez mindenképpen ki kell ütni egy-két boss-t. Na és akkor ez egy boss fight. Egy ilyen dragon. Ezt amúgy nem jöttem volna erre rá, hogyha nem nézem meg az ilyen videókat, srácok, szóval ezt is jönnétek rá, higgyétek el nekem, úgyhogy nem egyszerű. Oha! Kicsit duci sárkányó. Várjatok már! Meg kéne változtatnom a... ezt a genyót. Hova? Őre! Aha! Ja, kicsit bassz. Kicsit bassz a sárkányka. Jó. Jó, semmi gond. Semmi gond. Neki megyünk még egyszer. Young Viking, Black Lung. Amúgy nem annyira nehéz ez a sárkány, és remélem. Severely found. Tehát nem olyan nagyon-nagyon nehéz. Viszont ezt mindenképpen meg kéne változtatnom. Equipment. Köszike. Mert ez egy elég erős cuccnudli. Aha. Jó, érdemes tőle távol maradni. Érdemes tőle távol maradni. Thunder. Oh. Jó. Ó,
a fasz? Jézus, gyerekek! Igen, ezt ugráljam át! Elmész a picsába, azt hogy ugráljam át, ugye? Ó, basztikuliá! Hogy csak olyan, nem olyan könnyű ez a kurva kibaszott, drágám. De nem is jól kezdtem el a kombóval. De mi a... Jó. Oké. Oké, ez nem egyszerű, ez a sárkány. Oké, nem baj, hát valamivel ki kell tölteni az időt. Ez hogy? Ja, hogy ezért vannak itt ezek a cliffek. Jó. Ezt meddig csinálja? Ez az loop tütés. Azért ezt bírom, hogy... Oké. Az Immobilize-ra majd húznom kell a spellt, mert lehet, hogy arra fogok igazán, mert az egy fontos spell, meg a klónozás, az összes többi nem annyira.